Mókás állatok és különleges teremtmények költöztek péntek délelőtt a könyvtárba. A Rozgonyi óvodába, valamint a Rozgonyi iskolába járó gyerekeknek Dobosi György új könyvét mutatták be. A varázslatos meseversekben olvasható történetek életre is keltek a zene és a játék segítségével. A rendezvényen egy kiállítás is nyílt Simon Eszter rajzaiból. A Piarista iskola 5. osztályos tanulója készítette egyébként a varázslatos meseversek borítóképét is, amelyet az egyik történet ihletett. Arról szól, hogy van egy elefánt, ami két ormányú, és az egyik ormányával ugye trombitál, a másikkal meg fürdeti a gyereket, vagy hívja.